elég itt a hátam mögött lévő fára tekinteni, ami 2021-ben végzett munkálataink során még javafaként került kijelölésre. A 2022-es rendkívüli asszály olyan mértékben terhelte meg az itt lévő bükköket, hogy azoknak a java része, vagy nagyon jelentős része elszáradt, elpusztult, nem bírta. Most jelenleg itt Budakeszi és a 12. kerület határán állunk. A képekből is látni, hogy ez egy klasszikus városi erdő, hiszen itt az erdő és a lakókörnyezet teljesen találkozik egymással. Nagyon sokan is látogatják ezt az erdőt, tehát ez is egy nagyon fontos jellemzője a városi erdőknek. Budapest és térségében mintegy 5000 hektárnyi erdőt találunk, ugye ez közvetlenül Budapest község határa alatt értendő. Ugye ennek körülbelül 2/3-át kezeli a Pirisi parkerdő, ugye ez megoszlik a budai és a pesti oldal között. Ha két területet összevetjük, azt el lehet mondani, hogy azért a budai oldal sokkal inkább egy természetesebb, a laikus erdőlátogató számára, vagy szempontjából is egy klasszikusabb erdőképet mutat. Ugye a pesti oldalon létrehozott erdők, azok meghatározóan rossz termőhelyen, gyenge termőhelyen, korábban esetleg szemétlerakón, sitlerakón kerültek létrehozásra, de ugyanúgy, ahogy a pesti oldalon, a budai oldalon is az erdőknek a létrehozása az az emberi beavatkozás eredménye volt, tehát ezt erdészek, erdész elődeink hozták létre, és ők is végezték évtizedeken keresztül azokat a beavatkozásokat, ami alapján ezek az erdők most is itt vannak és megvannak. Viszont az erdőt járva, és ezt akár az erdőjáró turisták is megtapasztalhatják, az elmúlt évben egyre több száradó egyedet találtunk az erdőbe. Ezek azok a látványos képek, amik mondjuk a klímaváltozás hatásait mutatják. Tapasztalataink alapján ezek a negatív változások évről évre egyre intenzívebben, egyre fokozottabban is jelentkeznek, tehát ezért is döntöttünk amellett, hogy szemben az elmúlt évtizedek lassú, megfontolt beavatkozásával most adott esetben sokkal drasztikusabb, sokkal gyorsabb lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy az erdeinket meg tudjuk őrizni, az erdeinket meg tudjuk segíteni a klímaváltozás negatív hatásaival szemben. Ebben az évben és több önkormányzattal, illetve civil szervezettel együttműködve végezzük a városi erdőfejlesztési programunkat. Idén a Farkaserdő, 10. kerület, 9. kerület, illetve 18. kerületben tervezünk olyan beavatkozásokat végrehajtani az erdőterületeinken, amelyek segítenek az erdőknek, hogy ellenállóbbak legyenek a klímaváltozás hatásainak. Nekünk olyan irányba kell tudnunk terelni az erdők fafai összetételét, korosztály összetételét, ami egy szárazságtűrőbb, melegebb klímát elviselni képes erdőt fog eredményezni. Így például, hogyha még hátrébb tekintünk, akkor látunk egy hatalmas nagy cserfát, és például itt lesz az a változás, hogy még a bükkök 100 évvel ezelőtt ezen a termőhelyen tökéletesen érezték magukat, és számukra ez egy ideális helyszín volt. Mára a körülmények olyan szinten változtak meg, hogy helyettük sokkal inkább a tölgyek, vagy netán a cser, mint a szárazságtűrőbb fafajok lesznek azok, amelyeket a jövő erdeje szempontjából fő fafajként kell tekintenünk majd a területen. Az Erdészeti Tudományos Intézettel együttműködve készítettünk klímaszkenáriókat, hogy milyen időjárási viszonyokra, milyen klímaviszonyokra kell 30-50 év távlatában felkészülni. És ennek ismeretében például meg tudjuk mondani azt, hogy egy adott termőhelyen milyen fafajokat kell preferálnunk, hogy az a jövőben életképes, egészséges erdőt tudjon alakítani a területen. Egyértelműen ez az eltolódás a meleg és a szárazságtűrő fafajok irányába mutat. A budapesti erdőkön nagyon erőteljesen látszik a II. Világháborút követő kényszertarvágásoknak a nyoma, egykorú erdők nagyon nagy területen vannak jelen, vagy pedig a pesti oldalon nagyon nagy mennyiségben az 50-es, 60-as években telepített egykorú első generációs erdőkkel tudunk találkozni. És egy erdő akkor egészséges, mint egy egészséges társadalom, ahol egy korosztály összetétel megfelelően alakul. Gyerekekből sok, az idősebb korosztályokból pedig egyre-egyre kevesebbnek kell a területen lennie, viszont
mindezt úgy, hogy minél több korosztály együttes jelenlétét kell tudni biztosítani a területen. Így ezeket a régi, egykorú erdőket fokozatosan beavatkozások megfelelő időközönkénti elvégzésével segítjük abba, hogy más-más korosztályok is meg tudjanak jelenni a területen. Felmerül a kérdés, hogy az erdő kezelése az szükséges része, vagy pedig nem szükséges része a városi erdők fenntartásának. Itt pedig azt kell, hogy mondjuk, hogy egyértelműen szükséges, hiszen mi emberek megjelentünk ezen a területen. Egyrészt az elmúlt 100 években véghasználtuk, újraültettük ezt az erdőterületet, illetve 10-15 millióan látogatjuk egy évben ezt az erdőt. Továbbá a klímaváltozással is egy olyan hatalmas kihívás elé állítottuk, amelynek a természet önmagában nem biztos, sőt azt gondoljuk szakmai szemmel, nem fog tudni ilyen sebességgel megfelelni. Ha mi emberek ilyen változás elé állítottuk ezeket az erdőket, és szeretnénk nap mint nap látogatni őket, akkor emellett elvárható, hogy megfelelő kezelésben és gondoskodásban részesítsük. Ennek pedig az egyik legfontosabb eszköze minden körülmények között a motorfűrész. Így sajnálatos módon az, ami ijegységet tud okozni a helyi lakóközösségbe, hogy fakitermelés történik, az valójában tényleg ennek a jövőbe tekintő erdőkezelésnek az egyik legfontosabb eszköze, hiszen ekkor nyílik lehetőségünk arra, hogy a fafajok között, a faegyedek között válogassunk, és a jövő szempontjából fontos faegyedeket megsegíteni tudjuk, növőteret tudjunk neki adni, több tápanyagot tudjunk számukra biztosítani, és ezáltal hosszú távon az erdő stabilitását és átalakítását tudjuk lehetővé tenni. Azt gondolom, hogy ha itt klímavédelemről beszélünk, akkor nem csak erre az 5000 hektárnyi területre kell koncentrálnunk, tehát a főváros élhető környezete egy klímavédelmi kérdésben, itt az agglomerációban lévő erdőkkel is számolnunk kell. Hál' Isten, ezek is a Pilisi parkerdő kezelésében lévő erdőterületek. Mi úgy gondoljuk, körülbelül mint egy 40 000 hektárnyi erdőterület az, ami mindenképpen fontos azért, hogy a főváros hosszú távon élhető legyen. Védelmi, rekreációs feladatok azok, amelyek meghatározóak itt a városi erdő életében. Tehát azt lehet mondani, hogy a Pilisi parkerdő elsődlegesen a klímavédelmi, illetve a zöld infrastruktúra fenntartási feladatokra koncentrál. A városi erdő kérdése, mi valljuk, hogy ez nem csak a Pilisi parkerdő ügye, hiszen ugye itt 3 millió ember él Budapesten és az agglomerációban, és ennek a 3 millió embernek az élhető környezetét biztosítja ez a zöld infrastruktúra. Tehát a városi erdő ügy az mindenképpen egy közügy, és a Pilisi parkerdő ennek a feladatnak a megoldásában számít is a környezetére, számít az önkormányzatokra, számít a vállalkozásokra, számít a civil szervezetekre is. Ebben a feladatban, ebben a feladat végzésben nagyon nagy segítség és nagyon nagy támogatás biztosít számunkra az Agrárminisztérium, hiszen ez a városi erdőkérdés nem csak Budapest, hanem lehet azt mondani országos kérdés, országos feladat is. Ebben elhivatott partnerként számíthatunk az Agrárminisztériumra, a tulajdonosunkra.